A Sequoia egy újabb apró forrasztóállomással rukkolt elő, ami elfér egy szemüvegtokban. Ez név szerint az MS-S12-es modell, vessünk hátra néhány pillantást. A csomagolását illetően bíznak benne, hogy ez a tok megvédi mindentől, mivel ezen kívül csak egy fólia volt rajta, és így volt beledobva egy jóval nagyobb kartondobozba, gondolom azt is csak azért, mert így volt hajlandó kiszállítani a posta. A tok egyébként egészen csinosra sikeredett, szénszálas szövet borítású, nem túl kemény, így zsebben sem kényelmetlen, viszont szerintem nem lépésálló. Kicipzárazva, szépen beletömködve, valóban benne van egy forrasztóállomás. De lássuk, miből élünk. Van itt egy szivacs és pálkatartó, amit minden pálkájuk mellé adnak, nem a legjobb tartó, de a semminél jobb. Ezen kívül itt lapul a forrasztóállomás, ami tényleg nem nagy. Mindössze akkora, mint a hüvelykujjam. A ház a fém, véletőleg alumínium. Ez a matt fekete szín és a szép kidolgozás minőségi külsőt kölcsönöz, csak azt nem értem, hogy miért kellett rátenni ezt a 10 forintos gombot. Azért gyártanak ennél szebbeket is. Kapunk hozzá egy tápkábelt, mely az eszköz hátuljába csatlakozik, a másik végén pedig egy XT60-as csatlakozó van, így akár akkúról is üzemeltethető. A másik felében találjuk a pálkát. Egyszerű, letisztult és az egész alumíniumból készült, még a szükséges helyeken csúszásgátló gumiburkolatot kapott. A vezeték csatlakozásánál gumiharang akadályozza meg a kábel törését. De sajnos nem sok haszna van, mert ez a kábel bizony merev, pedig nem most hoztam be a hidegről. Egy pálkahegyet is kapunk a készletben, mely a T12-es típus B2-es modellje. Ez egy általános kúpos csúcs, de a T12-ből szinte bármilyet be tudunk szerezni. A csatlakoztatáshoz egyszerűen a helyére kell tolni, és nagyon reménykedem abban, hogy a felirat hőálló rajta. Mellékelnek hozzá egy használati utasítást és néhány matricát. Az intelligens forrasztóállomásunk használati útmutatóját angol és kínai nyelven kapjuk meg, melyben minden paramétert megtalálunk, akár csak a működéshez szükséges információkat. Ami ebből jelenleg fontos, hogy a működéshez vagy 12-től 25 volt szükséges a hátsó csatlakozón, vagy az oldalsó USB-C csatlakozón kell megtáplálni. A pálkát az állomáshoz egy 5 tűs csatlakozóval csatlakoztatjuk, még a tápellátását a DC csatlakozón keresztül kapja. A tápellátást jelenleg egy labortáppal oldottam meg. Amint tápot kap, bekapcsol, nincs rajta főkapcsoló. A kijelző közepén az aktuális pálka hőfokot jelzi, balra fent pedig a stop felirat mutatja, hogy a pálka jelenleg inaktív. A jobb felső sarokban a beállított hőmérsékletet jelzi, melyet 100 és 450 Celsius között tudunk állítani a tekerentyűvel. A bal alsó sarokban az aktuális tápfeszültség látható, mely tökéletes pontossággal mér, és ha elérte a megengedett maximumot, figyelmeztet, hogy ez így nem jó neki. Míg lefelé, addig csökkenthetjük a feszültséget, amíg ki nem kapcsol, de beállíthatunk rajta alsó figyelmeztetést is. Ha beállítottuk a kívánt hőmérsékletet, a gomb megnyomásával bekapcsoljuk a pálkát, a hőmérséklet pedig emelkedni kezd. Közben jobbra lent a teljesítmény kihasználtságát jelzi. Néhány másodperc alatt eléri a kívánt hőmérsékletet, és már használhatjuk is. Használat közben szintén a tekerővel tudjuk állítani a hőmérsékletet, megnyomva pedig kikapcsolni. Természetesen akárcsak a magas feszültségről, a pálkahegy hibájáról is értesít bennünket, felirattal és hangjelzéssel is. Hosszan nyomva a gombot, belépünk a menübe, melyben sok beállítást találhatunk, ezekben most nem merülnék el, érdekes viszont, hogy a visszalépésre nincs gomb. Várni kell, még visszaugrik a menüben. Számunkra fontos például, hogy van készenléti és alvó üzemmód. Ennek ideje és hőmérséklete állítható. Természetesen van kalibráció funkció is, ami végre nem egy érték alapján dolgozik. Mérni kell a pálka hőmérsékletét minden lépésnél, és fent megadni a mért értéket. Ebből a 4 referencia értékből számítja ki a köztes értékeket is, minek hatására a méréseink szerint 5 fokos pontosságra is képes. Visszatérve az alvó üzemmódhoz, a beállított idő eltelte után alvó üzemmódra vált, és lecsökkenti a hőmérsékletet a megadottra. Majd a pálka megmozdítása után, pillanatok alatt ismét üzemi hőmérsékletre melegszik. Ha az alvó időt követően eltelik a kikapcsoláshoz beállított idő is, a pálka kikapcsol és teljesen lehűl. Innét pedig csak gombbal lehet felébreszteni. Mivel nincs főkapcsolója, így inaktív állapotban is alvó üzemmódba lép. Ekkor egy képernyővédőként a pálka hőfokát láthatjuk a kijelzőn, ami pontos beállítások mellett akár egy szobahőmérsékletmérő is lehet. Azt már tudjuk, hogy a kábele merev, de lássuk, hogy legalább hőálló-e. Hát nem, szóval kábelből 1-es. Lássuk a teljesítmény szabályzást.
Ha egy nagyobb Un kupacot akarok megolvasztani, szépen emeli a teljesítményt, hogy képes legyen tartani a hőfokot, és meg is olvasztja az Unt. De legyen egy verseny ez és a TS100-as között, azonos táppal és hőfokon. És bizony a kedvenc kis pákám ezúttal alul maradt, de igaz, csak egy kicsivel. Egy pákát azonban csak használat közben lehet igazán megismerni, szóval kerestem a szekrényben egy filléres órakitet, és összeállítom vele. Így már a használat is megvolt, de mielőtt véleményt alkotnák róla, nézzük meg ezt az USB-C-s működést. Számítógépre csatlakoztatva valahogy frissíthető rajta a firmware is, viszont ha egy powerbankkel táplálom meg, megkapja nagyjából a 12 voltot, amivel már üzemel. Igaz, hogy nem a leggyorsabban melegszik, de hordozható és használható. Kíváncsi lettem, mit rejt a belső. Néhány csavar kicsavarása után lehámozható a ház. Belül pedig semmi meglepő nincs. Egy Atmega 328P méreget, számolgat és parancsolgat, még a kimenetén a pákát egy MOSFET kezeli. A pákát több részben lehet szétszerelni, de belül csak egy foglalatot találunk és egy vibrációszenzort. Ez érzékeli, ha mozgatjuk a pákát, innét tudja, hogy fel kell melegednie. A kábel rögzítés pedig szolgálja a célt. Így, hogy már láttuk kívül is belül is, ideje ítéletet mondani. Nekem ez a páka, vagyis állomás, kimondottan tetszik. Minden funkció van benne, amire szükség van, és szépen teszi a dolgát. A páka is kényelmes, minőségi terméknek tűnik. De. És itt van egy nagyon nagy de. Mert miért kellett smucigoskodni ezen a fránya kábelen? Megspóroltak vele vagy fél dollárt, cserébe legalább 80%-ban rontja a felhasználó élményt. Mivel könnyű az állomás, a merev vezetékkel ide-oda ráncigáljuk használat közben. Persze a pákát sem lehet forgatni, mert folyton visszarántja a kábel. Ha az asztalon van, útban van. Ha az asztal mellett, akkor meg majdnem lerántja magával a pákát is, mert az is könnyű. Szóval ilyen vezetékkel semmiképp nem tudom jó szívvel ajánlani, de ennek a vezetéknek a kicserélése egy jó minőségű szilikonosra nem egy túl nagy történet, így ha kicseréljük a vezetékét, és veszünk vagy építünk hozzá egy pákatartót, akkor szerintem egy kimondottan jó állomás válhat belőle, mert egyébként a kábel kivételével szerintem ez egy tök jó állomás. Megpróbálok majd szólni a gyártónak, hogy jó lenne, hogyha ezt a kábelt esetleg valami értelmesebbre cserélnék, még ha ezért mondjuk 1-2 dollár felárat is számolnak, de akkor is legalább használható lenne, mert ez így borzasztó zavaró. Köszönöm, hogy ezúttal is itt voltatok. Ha úgy gondoljátok, hogy nem túl nagy fáradtság kicserélni ezt a vezetéket egy szilikonosra, akkor találtok egy linket a pákáról a leírásban. Ha még nem tettétek meg és úgy tartja kedvetek, iratkozzatok fel a csatornámra hasonlókért, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok! We'll be right back.